Szóval itt vagyunk egy világban, egy olyan világban, ahol igenis utána lehetne járni az információknak. A módszereknek nem. A módszerek azok általában el vannak titkolva. Vagy a módszerekért fizetni kell. A módszerek a legtöbb esetben nem olcsók. Én módszereket tanuló személy vagyok 91 óta. Engem nagyon érdekelnek a módszerek 91 óta. Mindig világéletemben érdekeltek, de akkor kezdtem először módszerekhez jutni. 91-től. Hát az nem most volt, azért már 28 éve. És gyűjtöm a módszereket. És több millió forintot fizettem ki, nem keveset, mondjuk egy kisebb házárát módszerekre. Na azóta a módszerek még drágultak. Most már egy nagy házárát kell kifizetni a módszerekre, úgy általában. És akkor azt csináltam, hogy mivel 91-től szervezek embereket, és 91-től van saját csapatom, bármilyen módszert tanultam, azonnal elkezdtem átadni. Azonnal. Kinek? Kizárólag a csapatomnak. Kizárólag a csapatomnak. Miért a csapatomnak? Nyilván valamilyen szinten a családomnak is. Tudjuk jól, hogy az ember nem lehet proféta a saját hazájában. Tehát én is így vagyok ezzel. Tehát elsősorban olyan embereknek, akik nyitottak voltak a módszerekre. Érted? De azért, hogy etikus legyen, ezért, ha te úgy adsz valakinek valamit, hogy az nem ad érte cserébe semmit, akkor egy idő után ott fog téged hagyni. Érted? Tehát egy etikus ember, ha úgy kap, hogy nem ad cserébe semmit, akkor egy idő után attól, aki kap, azt ott hagyja. Mert az etikája nem engedi, hogy tovább kapjon, és ő ne adjon cserét. Ha egy olyan emberrel találkozol, aki elvárja, hogy kapjon, és nem ad érte cserébe semmit, az tud, hogy nem etikus. Az egy etikátlan ember. Ezért, mivel én ezt tudom, hogy így van, és régóta tudom, ezért én úgy alakítottam ki a rendszerünket, hogy legyen csere. De ne olyan csere, amit az emberek nem tudnak adni. Hanem olyan csere, amit az emberek minden további nélkül tudnak nyújtani. És ez a mi rendszerünkben, ez úgy van kialakítva, hogy a módszereknek ára van. Ugyanis nem egy konkrét módszernek van ára, hanem a konkrét módszerekre alapuló képzéseknek van ára. Tehát az azt jelenti, hogy olyan ár van kialakítva, ami a piacon bárki számára elérhető, és minden más szervezetet, amelyik módszereket nyújt, azokat verjük árban. Tehát sokkal jobb árat alakítottam ki, mint bárki a bolygón. 30 óra képzést nyújtunk, ami tele van módszerekkel, havi szinte. Minden szerda este, 6-tól 4-10-ig, és minden vasárnap, 3 órától, délután 3 órától, 4-7-ig. És utána pedig azoknak, akik tanulók, és sajátítani akarják ugye a technikákat,
azoknak pedig lehet kérdezni, és akár módszereket tudnak még pluszban válaszként kapni. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy simán több mint 30 óra tudást és módszert kapnak az emberek havi szinten. Az első hónapban óránként 660 forintért, kedvezményesen, akciósan. A második hónaptól pedig még akciósabban 330 forint óránként. De nem óradíj van fizetve, hanem havidíj. Tehát a 30 órát gyakorlatilag, ha felszorzod, akkor nem pontosan, de 19.700-ra jön ki, és nem pontosan a második hónaptól pedig 9.800-ra. Ez az akciós árunk azoknak, akik az életüket javítani akarják. Hát akik még gondolkodnak, azok max kedvezményt tudnak igénybe venni. És kedvezményes áron tudnak igénybe, tudást kapni. A kedvezményes ár ezeknek a duplája. Oké? Tehát ami annyit jelent, hogy ma nem találsz olyan képzést, semmilyen képzést, nem hogy módszereket átadó képzést, semmilyen képzést, ami óránként 333 forint alatt lenne. Tehát ilyet nem találsz. Tehát általában ott kezdődnek a képzések, hogy mondjuk 3000 forint óránként. Minimum. Minimum. És